Kazincz Barcikán fogadta a kiesés ellen harcoló Sajóbábony a bajnoki címre hajtó nyíregyháziakat. A vendégek egyértelmű esélyesei voltak a mérkőzésnek, és végül magabiztosan érvényesítették is a papírformát. Az első párban Magyarósi Péter 604 fával jelezte, hogy milyen céllal érkezett az NTK, és bár Kastura Zsolt nem szerzett csapatpontot, már lépés előnybe került a nyíregyháza. Egy-egyre álltunk az első körben, de már 60 fával vezettünk, és ez már megalapozta a középső sornak a sikerét. Ekkor a Fehér Béla szintén 600 fa felett teljesített, magabiztosan hozta a fontos csapatpontot, míg mellette a megfázással küzdő Szegő Levente 60 dobásig bírta, aki szintén 600-as részeredménnyel fordult fél időben, és mindenképpen cserét kért, mert nem igazán bírta a úrításukat. Szóval, Miki viszont beugrott helyett, és nagy nehezen, de mégis megcsinálta néhány fával a csapatpontot, és ekkor látszódott, hogy már 110 fával vezettünk 3-1 arányban, és a Hakkerdezsőnek, illetve jó magamnak már csak le kellett játszani ezt a mérkőzést, meg kellett tartani a csapatfát, azonban nem teljesen volt ez így, ugyanis a Hakkerdezső 564 fával megszerezte a csapatpontot, míg nekem is 561 fával szintén csapatpont került a nevem mellé, és így alakulhatott ki, hogy a papíron láthatóan kicsit egyszerűbb, de mégsem volt annyira egyszerűen ez a 7-1-es vendéggyőzelem. A keleti csoport tabellájának élén az NTK áll 26 ponttal, megelőzve a 24 pontos Eget és az egy meccsel kevesebbet játszó 23 pontos BKV előrét. A nyíregyháziak a következő fordulóban a BKV előrét fogadják. Mindenképpen egy fontos találkozó lesz számunkra, hogy tőlük is eltávolodhassunk, és azért még hozzáteszem, hogy az Eger is még lőtávolban van hozzánk képest, tehát még nem olyan egyszerű itt a végkimenetel, itt a bajnokság végeredményét tekintve. Most valóban egy nagyon fontos mérkőzés jön, úgy látjuk, hogy a Béka előre hazai pályán nagyon necces mérkőzést játszott a Bátonterenyét, éppen hogy csak meg tudta verni. Bízunk benne, hogy nincsenek még annyira jó formában, és mindenképpen a hazai pálya előnyét, illetve a nagy lendület ki tudjuk használni, és egyértelműen csak is a hazai győzelem jöhet számításba. A nyíregyházi Tekekú BKV előre mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a Városi Stadion Teke csarnokában.